Négy raklapnyi, közel 6500 darab tankönyv várakozik a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnáziumban, hogy kiosszák őket a diákoknak. Az intézménybe augusztus 7-én érkeztek meg a következő tanév tankönyvei, amiket a tanulók az iskola kezdéskor kapnak majd meg. A 9. évfolyamosok 175-en vannak nálunk, valamennyien ingyen jutnak hozzá a tankönyvekhez, a felsőbb évfolyamokon pedig előre beadott igény alapján lehet ingyenes tankönyvekhez hozzájutni. Összesen 680 tanuló kezdi meg a tanulmányait szeptember 3-án nálunk, és ugyanezen a napon, tehát szeptember 3-án kiosztjuk az összes tankönyvet is. A megye több intézményében is ekkor kapják meg a diákok könyveiket. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében országosan is jelentős mennyiségű tankönyvet osztanak ki. Országos számokon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye súlya elég nagy. Ebben a megyében több mint 800 ezer könyvet szállítunk ki, konkrétan 800.354 darab tankönyvet, 65.891 diáknak, és az iskolák, akik rendeltek tőlünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, száma pedig 282. Tehát 282 szállítási pontra kerül ez a közel 66 ezer könyv. A tankönyvek kiszállítása augusztus 1-én kezdődött, mostanra pedig már az iskolák közel kétharmada meg is kapta azokat. A tankönyvellátásban az elmúlt években komoly változások történtek. A kormány felmenő rendszerben bevezette az ingyenes tankönyvellátást. Tankönyvellátás 2013 óta állami feladat. Ennek megfelelően idén is elkészültek a tankönyvek, és már zajlik a kiszállítása az összes tankönyvek tanászköznek az iskolákba. Elsőtől 9. évfolyamig minden tanuló számára ingyenesek a tankönyvek. A jövőben tervezi a kormány ennek a ingyenességnek a további kiterjesztését a még meglévő folyamokra. Vizsgáltuk, hogyha az idei tankönyvrendelések a 2013-as árakon történtek volna meg, akkor 5-6 milliárd forinttal kerültek volna többe a tankönyvek a családok számára. Ebben az állami feladatellátási rendszerben 40%-kal tudtuk csökkenteni a tankönyveknek az árát. A cél ugye az, hogy minden tanulónak legyen megfelelő tankönyv. 900 tankönyvnek a fejlesztése történik meg a következő 3 évben. Ennek egy sajátos területe a nemzetiségi tankönyvek, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekeket kiszolgáló tankönyveknek a köre. Maruzsa Zoltán hozzátette, augusztus végéig a megrendelt 12,5 millió tankönyv mindegyike megérkezik az intézményekbe. Mint mondta, a pótrendelésre augusztus 21-től szeptember közepéig van lehetőség, az utólag rendelt köteteket pedig szeptember végéig szállítják ki.